Ezek a korábbi városháza képei. Az épület impozáns megjelenése 1912 óta határozza meg a városképet. A Ferencsik Aladár építőmester Pap Gyula és Szabolcs Ferenc műépítész tervei alapján készült épület 2013 óta újból a járási hivatal és a városi önkormányzat székhelyeként szolgálja Nyírbátort és a környékbéli településeket. A városház egy műemlékileg védett épület, ami a századforduló elején épült, ezért két feladatunk van, hogy energetikailag felújítsuk, hatékonyan tudjuk működtetni, ugyanakkor az építészeti értékeit pedig megóvjuk. Valóban az elmúlt hónapokban uniós forrásból az épület valamennyi nyilászáróját kicseréltük, ez több mint 100 nyilászárót jelent, vannak benne műanyag nyilászárók a kevésbé műemlékileg védett részen, ami hozzáépült, itt pedig elől pedig ezek eredeti fanyilászárók kerültek helyreállításra. És miután ezt befejeztük, most, amit a hátunk mögött látunk, ez a homlokzatnak a rekonstrukciója, ez pedig a saját forrásból valósítja meg az önkormányzat annak érdekében, hogy a végén egy tényleg minden elemében kívülről felújított épületet kapjunk vissza. Nyírbátorban egyszerre több projekt is folyamatban van jelenleg, ami az energetikai korszerűsítéseket illeti. Itt a projektek szempontjából külön kell tudni választani, mert van a városnak egy nagy energetikai projektje, ebben nem csak a városháza van benne, hanem benne van az idős, bentlakásos idős otthon épületének energetikai korszerűsítése. Nagyjából 120 millió forint körüli a nyilászáró cseréje, és a homlokzat felújítás egy olyan 40-50 millió forint közötti összeg lesz a végére. Azért nem tudjuk a pontos számot megmondani, mert ahogy a nézők is látják, amikor verik le a vakolatot, akkor derül majd ki, hogy akkor mi jön le és mi nem jön le. De nagyjából egy ilyen maximum 200 millió forint lesz ez a homlokzat korszerűsítés és nyilászáró csere. Nyírbátor fejlődik, mondta el Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője. Új munkahelyek jönnek létre köszönhetően a beruházóknak, és a napokban adták át Nyírbátor legújabb turisztikai látványosságát is, a Magyar Nemzeti Múzeum, Bátori István Múzeumot. Nyírbátor középpontban van, a választókerület központi települése, és ügyelünk arra, hogy mindig történjen valami olyan dolog, amivel segíteni tudjuk az ott élőket. Jelesül az elmúlt néhány évben, 58 programban, mintegy 46 milliárd forint érkezett a településre támogatás gyanánt, és ez reményeink szerint könnyebbé és biztonságosabbá teszi az ott élők mindennapjait. Bár a városházán dolgozók számára a vakolat bontása és a felállványozás okoz némi kellemetlenséget, de a munka továbbra is ugyanolyan ütemben folyik a hivatal épületében, mint korábban, mondta el a település polgármestere.